Ez a Hír 18, a jásság híradója 18 településről 18 órakor. Adótörvény módosítások, változik a béren kívüli juttatások rendszere és a családi adókedvezmények is. Rejtélyes mélypusztulás. A virágzásig elméletileg le kellene, hogy bomoljon a rovarölő hatás ennek a szernek. Nő az egészségügyi szakdolgozók bére és jól működik a sürgősségi osztályok triázs rendszere. Köszöntöm nézőinket, önök a jássági térségi televízió híradóját, a Hír 18-at látják 18 településről 18 órától. Magyarország kormánya tavaly júliusban szavazta meg az idei évet érintő adótörvény változásokat, melyek január 1-től hatályba is léptek. A módosítások elsődleges célja ezúttal is az adórendszer hatékonyabbá tétele. Lényegi változást az egyes adónemek megszüntetése a szociális hozzájárulási adókedvezmény rendszerének átalakítása hozott, illetve az új évtől béren kívüli juttatásként csak szépkártya adható. Minden évben szükséges az adójogszabályok módosítása, hiszen azt szinkronba kell hozni a gazdasági teljesítménnyel, illetve a már meglévő szabályok módosítása, pontosítása mindig elengedhetetlen. Ilyen lényeges változás a béren kívüli juttatásokra vonatkozó módosítás is. Itt ugye az történt, hogy a munkáltató béren kívüli juttatást immáron csak és kizárólag a szépkártyára utalhat, tehát ez a 100 000 forintos készpénz juttatásnak az adókedvezménye, vagy a kedvezményes adózása megszűnt. Ugyanúgy adózik, mint hogyha bérként fizetné ki a munkáltató. Úgyhogy gyakorlatilag ez az egy, ami érdemi változás a kafetéria tekintetében. Maradt tehát a munkavállalóknak adható szépkártya támogatás, mely 15% személyi jövedelemadó és 19,5% szociális hozzájárulási adó megfizetése mellett adható. Bővülés történt a személyi kedvezményeket illetően is 2019. január 1-től. Van egy egészségügyi minisztériumi rendelet, ez a 335/2009-es egészségügyi minisztériumi rendelet. Ez tartalmazza azokat a betegségeket, illetve a betegség kódjait, amelyek tekintetében igénybe lehet venni a személyi kedvezményt. Ugye ez a súlyos fogyatékos kedvezménynek is hívjuk így a köznyelvben. Ez a lista bővült, tehát vannak egyes rákos, daganatos megbetegedések, amelyekre tekintettel ugye igénybe lehet venni most már ezt a személyi kedvezményt. A kedvezmény igénybevételéhez orvosi igazolás megléte elengedhetetlen, hívta fel a figyelmet a NAV megyei sajtóreferense. Kedvező változás emellett, hogy módosult az SZIA bevallásának határideje az egyéni vállalkozókra vonatkozóan is. A NAV az egyéni vállalkozók részére is adóbevallási tervezetet készít, de mivel az csak a munkaviszonyból vagy egyéb kifizetőtől származó jövedelmet is tartalmazhat, így azt kötelező lesz kiegészíteni. Emiatt az egyéni vállalkozók adóbevallási határideje február 25-éről kitolódik május 20. napjára. Emellett január 9-től a NAV honlapján elindult az online nyomtatványkitöltő alkalmazás is. Az ONYA segítségével jelenleg jövedéki adóbevallások, valamint a magánszemélyek egyes bejelentései tölthetőek ki és nyújthatóak be az adóhatósághoz. A családi adó kedvezmények vonatkozásában is változás történt. Az adóalap kedvezmény mértéke 2019-ben két gyermek esetén gyermekeként 116.670 forint per hóról 133.330 forint per hóra nő. Ez adóban 15.000 forint helyett 17.500 forintot jelent. A kedvezmény egy gyermek esetén továbbra is 66.670 forint per hó, három vagy több gyermek esetén gyermekenként 220.000 forint per hó. A személyi jövedelemadó bevallásról és a 2019. évi egyéb adóváltozásokról február 1-én a Jászberényi Ifjúsági Házban részletes beszámolót tartanak a NAV munkatársai. A nyári mélypusztulás okainak felderítése érdekében folyamatosak a laboratóriumi vizsgálatok. A napokban megjelent hírek szerint már vannak is részeredmények. Somogyban ugyanis azonosították a rovar elhullást okozó vegyi anyagokat. A Jászsági Méhész Egyesület elnöke szerint azonban egyelőre továbbra sem lehet tudni pontosan, hogy honnan származik a vegyszer, a térségi méhészek pedig még a laboratóriumi vizsgálatok eredményeiről sem kaptak hírt.
A Jászsági Méhész Egyesület elnöke szerint nem egyértelmű a somogyi vizsgálatok eredménye, hasonlóan ahhoz, ahogy a korábbi kutatásokat sem tudták megnyugtatóan lezárni. Legnagyobb valószínűséggel az Európai Unióban már korábban betiltott neonikotinoid típusú vegyszerek okozzák a problémát. Az volt itt a legnagyobb gond, hogy a csávázószerekben használták ezt az anyagot, és ennek a csávázószernek a hatékonysága az úgy alakult, hogy a virágzásig elméletileg le kellene, hogy bomoljon a rovarölő hatás ennek a szernek. Bizony nagyon sok esetben ez nem történt meg, és a virágzó kultúránál viszont már komoly problémát okozott a méhek pusztulása. A Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal és a hazai méhészek együttműködésében kezdődtek vizsgálatok még a nyáron. Erről a Magyar Növényvédőmérnöki és Növényorvosi Kamara megyei elnöke Dobi Dénes is beszámolt televíziónknak az elmúlt év novemberében. Egyelőre azonban Molnár György beszámolója szerint a vizsgálatok még nem hoztak eredményt. A nagyobbik probléma egyébként az, hogy ugye ez évek óta zajlanak ilyen gondok, problémák, kisebb-nagyobb mértékben voltak méhpusztulások nyáron, és hogyha nem tudjuk egészen pontosan meghatározni, hogy mitől pusztulnak el a méhek, akkor nagyon nehéz ellene védekezni. És így a környezetvédelmünk is erősen sérül. A Jászberényi méhész szerint a felhalmozódott vegyszerek kimutatható mennyiségben vannak jelen a termőföldeken. Azt szeretnék elérni, hogy minél kevesebb szert használjanak a növénytermesztők, ami nem csak a méhek, hanem az emberek a környezetvédelme szempontjából is rendkívül fontos volna. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület képviselői most azt szeretnék elérni, hogy a növények permetezését a gazdálkodók a későbbiekben csak naplemente után, illetve éjszaka végezhessék. A megelőzés szempontjából a legfontosabb mégis a növénytermesztők és a méhészek szoros együttműködése, párbeszéde volna. Az országban eddig nem látott munkácsi festményeket mutattak be Szolnokon. Munkácsi korszakain végighaladva 51 alkotáson keresztül mutatja be a kiállítás az életmű legjelentősebb állomásait. Már is mutatjuk a kiállítás részleteit, előtte azonban mutatjuk rövid híreinket. A sürgősségi osztályok többsége tartotta az évelejétől megkövetelt ellátási időket és energetikai korszerűsítést végeztek a Jászladányi Polgármesteri Hivatal épületében. Rövid híreink következnek. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkársága december végén jelentette be, hogy 2019. január 1-től megváltozik a sürgősségi ellátásrendje, melynek köszönhetően a lehető legrövidebb idő alatt rögzítik a beteget a sürgősségi ellátás informatikai hálózatában. A sürgősségi osztályok többsége tartani tudta a január elején bevezetett rendeletben megkövetelt ellátási időket, mondta az Emberi Erőforrások minisztere Kásler Miklós hétfői budapesti sajtótájékoztatóján. Beszélt az elmúlt időszak egészségügyet érintő változásairól is, így többek között a bejelentett béremelésről, az egészségbiztosítási alapkasszájának emeléséről, az ösztöndíjprogramokról és a nővérszállók fejlesztéséről. Például 4 év alatt 72%-kal emelkedik az egészségügyi szakdolgozók, védőnők és az egészségügyben dolgozó, nem egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkezők bére. Tavaly novemberben 37 milliárddal emelték az E alapkasszáját, így 6,5 milliárd forinttal több jut az összevont szakellátásra, 23,5 milliárd jut gyógyszertámogatásra, 6 milliárd gyógyászati segédeszközök támogatására, és 900 millió forinttal emelték a kötszertámogatást. Az önkormányzati épületek energetikai fejlesztése pályázati keretből 30 millió forintos visszanemtérítendő támogatást nyert Jászladány a nagyközségi polgármesteri hivatal fűtési rendszerének megújítására és a külső hőszigetelésre. Bertalanné Drávuc Katalin polgármester elmondta, hogy a képviselőtestület 2,5 millió forint önrész szavazott meg a munkálatok elvégzésére. A kivitelezés a napokban befejeződött. Korszerű kazánt építettek be, ahol szükséges volt, lecserélték a régi csöveket és új fűtőtesteket szereltek fel. Elvégezték a tető, valamint a falak utólagos hőszigetelését, felújították a homlokzatot. Végezetül az épületre napelemtáblákat telepítettek, amelyek a fűtési rendszer energiafelhasználását csökkentik. Több mint 50 olyan munkácsi festményt mutattak be Szolnokon, amelyek többségét eddig még nem láthatta a közönség Magyarországon. A 175 éve született festőművész több olyan csendélete, helyzetképe, portréja, valamint vallási témájú alkotása is megjelenik a tárlaton, amelyek nemzetközi tekintetben is kiemelkedőnek számítanak. Szolnokon legutóbb 12 éve rendeztek hasonló jellegű tárlatot. Számára igen fontos volt kezdetben a magyar táj, és mindaz, ami ebben a nép életéből beépíthető.
Munkácsa egyik korai remek művét, az 1867-ben készült Szénás szekér című alkotást jellemzi Boros Judit művészettörténész Szolnokon. A Város galériájában pénteken nyílt meg az a kiállítás, amely Munkácsa Mihály nagyobb korszakain végighaladva 51 alkotáson keresztül mutatja be az életmű jelentősebb állomásait. Itt az áttekinthetőség és az esztétikai szempontok okán mondjuk tematikus elrendezést választottunk. Az április 7-ig látogatható tárlaton bemutatott vázlatok, festmények és fotók közül néhány a Békés Csabai Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteményébe tartozik, illetve többségük az Egyesült Államokban élő magyar származású műgyűjtő Pák Imre tulajdona. A kiállítás aktualitását Munkácsy Mihály születésének 175. évfordulója jelenti, amely azért is kiemelt jelentőségű évszám, mivel legutóbb 12 éve mutatták be a művész alkotásait Szolnokon. Biztos, hogy nem, hogy az ország a világ legnagyobb Munkácsy kiállítása ez itt nálunk, de én nagyon szép emlékekkel vagyok a 2007-es kiállításról is. A most megnyitott tárlat is azt jelzi, hogy az elmúlt években jelentős változások, illetve fejlődés ment végbe a szolnoki kulturális életben. Jól látszik, hogy a városban, illetve a régióban mára megjelent az igény a magasabb művészet iránt, amely kiszolgálása maradéktalanul megtörténik Szolnokon. Apró lépésekkel kell, legalábbis én ezt tapasztaltam, az életbe menni előre. Mert hogyha az ember túl nagyot lép, akkor kimaradnak olyan folyamatok, amelyek közel nem biztos, hogy nem segítenének abban, hogy stabil legyen, ahova az ember elép. A zsinagóga két szintjén bemutatott csendéletek, helyzetképek, portrék, valamint vallási témájú alkotások egy szerves egészé állnak össze, és egyben őseink kiemelkedő teljesítményét és mindennapjait is bemutatják a ma embere számára, mondta köszöntő beszédében az Országgyűlés Kulturális Bizottságának alelnöke. A képek során visszatekintve a Munkácsy életének megismerése, a kornak a megismerése, olyan összefüggés láttatása, hogy abból a korból máig mutatott a magyar történelem, a magyar ember teljesítményének a megbecsülése, a magyar művész teljesítményének a megbecsülése, mindazok, amit elődeink értéket teremtettek, mindenféleképpen inspiráló a mára is. Dr. Kálai Mária kitért arra is, hogy az eddig csak albumokban vagy tankönyvekben, esetleg egymástól távol látható festményeken keresztül egy olyan világ is megelevenedik a maga teljes szépségében, amely mára ugyan eltűnt, viszont továbbra is szerves része a magyar történelemnek és a nemzeti identitásnak. A Jászberényi Jászkerület Nonprofit Kft. Támogatásával Molnár Mária két éve indította útjára a Bakancs Lista, iránytű a nagyvilághoz havi úti kalauz és úti beszámolót. Havonta szervez Jászberénybe izgalmas és érdekes előadókat a jászságból és szerte a világból, hogy beszámoljanak utazási élményeikről, megpróbáltatásaikról. A sikeres program idén is folytatódik, az idei év első Bakancs Lista meghívott vendége Barna Béla, vagy más néven Csámborgó volt. Azt tettem a fejembe, hogy elmegyek. Klein Dávid az egyik legismertebb expedíciós sportember a hazai hegymászó irában, aki már 4-8 ezer méter fölötti hegycsúcsot mászott meg nagy sikerrel. Ő is volt már meghívott előadója a Bakancs Listás sorozatnak, de járt már Jászberényben a Robot Girl is, és Female Yeti is. Valamennyi előadáson pedig teltház várta őket. Én egyik nagy célom az volt ezzel az egésszel, hogy amiben az összes előadó és az előadás is összetart, hogy egy-egy ilyen utazás nem csak fizikai síkon valósul meg, hanem lelki, úgymond belső világukat is felfedezik ezáltal az emberek, és egyfajta önismereti utazást is végigjárhat valaki, aki egy-egy ilyen nagy utazásra elmegy, és ezt szeretném egy kicsit az embereknek átadni az előadók által. 2018-ban 8 bakancslistás előadás valósult meg, a tematika pedig az idei évben is változatlan. Egyrészt helyi világutazókat hívok, másrészt pedig országosan ismert, elismert, népszerű világjárókat próbálok hívni. A bakancslista útjára indítója szerint a hallgatóságnak azon része, akik már eljutottak a tárgyalt helyszínekre, az előadók beszámolói alapján egy másik szemszögből is megismerhetik a helyszínt. A közönségnek az a csoportja, aki még nem járt az éppen aktuális helyszínen, praktikus tanácsokat kaphat az utazással kapcsolatban, de vannak olyanok is, akik számára ezen beszámolók felérnek egy-egy virtuális utazással. Mindig kíváncsi voltam 10 éves gyerekként, hogy mi van a domb túloldalán,
mit látok. 2019 első bakancslistás előadója Barna Béla, vagy más néven Csámborgó volt, aki több mint 80 országot feltérképezett már egyéni szervezésű túracsoportjaival. Hát biztos van ilyen gén, mint ahogy mostanában szokták mondani, hogy kutatják, hogy van egy ilyen utazó gén. De alapjában én viccesen szoktam mondani, hogy amúgy otthonülő vagyok, mert 180 napot vagyok csak egy évben külföldön. Úgyhogy kíváncsiság kell szerintem, tehát egy alapvető kíváncsiság és alázat, hogy megismerjük a világot. Rövid életút ismertetője után egyedi és már-már utánozhatatlan stílusban számolt be egy belső ázsiai utazásáról. Egyébként úgy néz ki, hogy a Manali van 2000 méteren, Nyugat-Tibet fővárosa 3600 méteren, és a köztelevő 400 kilométeren négyszer megy át 5000 méter magasan a buszra, a hágó utakon. A Csámborgó előadását ezúttal is teltház fogadta a Jászberényi Városi Könyvtár kamaratermébe, és sikerült megnevettetnie, elcsodálkoztatnia, és egy teljesen más, kalandos világba kalauzolnia a nagy érdeműt. Nem titkolt célja az sem, hogy minél több embert rábírjon egy-egy kirándulásra. Én azt látom, hogy a 20-as, 30-as korosztály nagyon menőkés, tehát hogy ez legyen a helyi kék túra, vagy a Mátrába menni, azon túl a Fülöp-szigetektől Amerikáig mindenhová, és mozgékonyak a fiatalok. És egyre több embernél ez nem csak divat, hanem tényleg sokan nem csak testpednek a vasárnapi ebéd után, hanem felkerekednek világot nézni. Nem kell mindig sok pénz hozzá, persze kell, tehát hogy azért nyilván ez anyagi vonzata is van, de lehet jó árakkal is utazni. Ha a virtuális utazás mellett döntenének, februárban megtehetik, hiszen újabb nagyszerű úti beszámolóval jelentkezik a bakancslista. Ez a terület a tibeti felségnek, ez... A Magyar Madártani Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztálya hűvös erdeink egzotikus küllemű kétéltűjét, a foltos szalamandrát választotta az év kétéltűjének 2019-ben. Nem véletlenül. Ezzel szerették volna felhívni a figyelmet, hogy a védett állat az elmúlt időszakban különös veszélybe került egy Ázsiából érkezett gomba miatt, mely több európai országban komoly pusztítás végzett a faj kolóniáiban. Napsütéses hétvégéken turisták ezre józnak bakancsot, hogy bejárják a hűvös patakvölgyekkel szabdalt hegyek zegzugos világát a Börzsöny és Mátra erdőségeiben. Esős, nyírkos időben érzékelhetően csökken a kirándulók száma, pedig az igazán szemfüles turisták épp ebben az időszakban pillanthatják meg a foltos szalamandrák egyedeit, mely 2019-ben az év kétértője lett a Magyar Madártani Egyesület kétértő és hüllővédelmi szakosztálya döntése alapján. A koncepciónk az, hogy mindig valami olyan fajt választunk ki, amivel kapcsolatban valami újszerű információt, vagy valami érdekességet tudunk plusz mondani ahhoz képest, hogy megismertetjük az életmódját, a tudnivalókat erről állatról, és hát a szakosztályunk vezetősége szokta ezt mérlegelni és eldönteni, hogy akkor melyik ez a állat, ami erre a legalkalmasabb, vagy a legérdekesebb adott pillanatban, és így 2019-ben a foltos szalandrára esett a választásunk, ami az év kétértője lett. Ezen a térképen minden kétértő és hüllő észlelést beállíthatnak a túrázók, azok természetvédelmi célú térképezése és elterjedésű pontos felmérése érdekében. Ahogyan látják, 2018-ban például a Mátrában is volt foltos szalamandra észlelés. Középhegységeink, dombvidékeink lakója védett állat, inkább sötétben kutat, többnyire gerinctelen zsákmánya után, így kevés eséllyel nedves, esős időben pillanthatjuk meg, vagy kis szerencsével sziklák, kövek között, fagymentes helyeken, telelő pózban találjuk meg, Börzsönyben vagy a Mátrában. A hazai állomány stabilnak mondható, de az elmúlt években egy ázsiai gomba már többször tömeges elhullást okozott Európában, ami miatt különösen fontos, hogyha találkozunk is az állattal, ne fogjuk meg. Hangsúlyozzuk, hogy a szalamandrákat egyébként se kell megfogni, mivel védett faj. Ezen felül a szalamandrák bőrváladéka az ember számára irritáló, tehát allergiás reakciót, akár kötőártyagyulást okozhat, ha például szembe jut. Ezen kívül a gombabetegség terjedése is elősegítődik, azáltal az emberek fogdossák ezeket az állatokat. A szakértő szerint az említett gombafertőzés veszélye jelenleg is fenyeget, így semmiképp ne érintkezzünk a szalamandrával, vagy csak indokolt esetben és fertőtlenített eszközökkel. A fajjal kapcsolatos további információkat pedig elolvashatja a Magyar Madártani Egyesület honlapjának tudástár rovatában. Hamarosan kezdődik a nézőpont, ahol Erdei Gábor kollégám várja önöket, már is mondja a részleteket. Szia Kitti, köszönöm az érdeklődést! A ma esti nézőpontban Jászapáti Város 2018-as évét fogjuk
áttekinteni Farkas Ferenc polgármester úrral, méghozzá gazdasági, politikai fejlesztések, illetve a kultúra közélet tekintetében is, tehát a Hír 18 után, Jászapáti 2018-as éve itt a nézőpontban. Köszönöm, Gábor, érdeklődve várjuk. Most lássuk még egyszer főbb híreinket röviden. Adótörvény módosítások, változik a béren kívüli juttatások rendszere és a családi adókedvezmények is. Rejtélyes mélypusztulás. A virágzásig elméletileg le kellene, hogy bomoljon a rovarölő hatás ennek a szernek. Nő az egészségügyi szakdolgozók bére és jól működik a sürgősségi osztályok triázs rendszere. Ennyi volt már a Hír 18, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Új műsorainkat keressék internetes platformjainkon, a jttv.hu-n, illetve Facebook és YouTube csatornáinkon. Minden jót, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.